Köszöntöm kedves nézőinket, önök a jogászt látják a Fix Televízió jogi magazin műsorát. Vendégem a stúdióban dr. Farkas Dorottya, válási mediátor. Szervusz, köszöntelek itt. Szervusz. Az elmúlt alkalommal, amikor itt jártál nálunk, akkor a válási mediációról beszélgettünk, mint szakmáról. Tulajdonképpen most ezt a gondolatmenetet fogjuk folytatni. Ennek a műsornak azt a címet adtuk a te javaslatodra, hogy a válás sötét oldala. Akkor nézzünk át egy kicsit erre a dark side-ra. Te azt szoktad mondani, hogy válni sokféleképpen lehet. Mit jelent ez, hogy sokféleképpen lehet? Hogy érted ezt? Hiszen az ember elmegy a bíróságra, aztán szétválasztják is késztem. Igen, azért szoktam ezt használni, és az ügyfeleimmel sokat beszélgetünk erről, mert hogy persze van egy jogi procedúra, ami mindenki végigmegy, de hogy ez nagyon sokféleképpen lezajlódhat, és szerintem ez az, ami nagyon-nagyon nem mindegy, hogy itt ki milyen irányba indul el az elején, és ezért fontos, és én nagyon támogatom a mediációt, mert azt gondolom, hogy ebbe borzasztóan sokat tud segíteni, mert egyrészt tudunk úgy is válni, hogy mindenben megegyezünk a másikkal, és próbálunk közös nevezőre jutni, és viszonylag zökkenőmentesen és problémamentesen lezárni, lerendezni minden kérdést úgy, hogy ne nagyon lépjünk a másik nyakára, és tudunk úgy is válni, hogy beáll ez az állóháborús helyzet, amit ugye szoktam megint mondani. Ami viszont egy hosszú évekig tartó gyűlölködésbe, zsarolásba, másik bántásába tud átmenni, és ugye ez az a verzió vagy forgatókönyv, amit azt gondolom, hogy ez nagyon nem jó irány, és hogy ebben sokat tud segíteni a mediáció, hogy ezt elkerüljék. De hogy tud elfajulni, illetve mennyire tud elfajulni egy válás, akár a tettlegesség is, vagy a bűncselekmény határáig, egymás fizikai bántalmazásáig? Most ezt persze szélsőséges helyzet, kikarikíroztam. Hát ez, amit kérdezel, a bántalmazás, ugye sokszor lehet hallani családon belüli erőszakról, hogy nagyon sok családot érint, én ezt nem a váláshoz kötném, ez előfordul olyan kapcsolatokban is, ahol nincs éppen napirenden a válás. Nem csak erre gondolok, hanem inkább az, hogy a válással kapcsolatos lezárandó kérdések során nem tudnak együttműködni a felek, és ott tud elfajulni, vagy úgy értem a válás elfajulását, hogy akkor előkerül az, hogy a közös dolgokban mindenki ott tesz keresztbe a másiknak, ahol tud. Tehát itt szokott előfordulni, hogy a gyerekkel kapcsolatos kérdésekben, ugye, hogyha nem az az álláspontom, mint a másiknak, és nekem nem tetszik, amit ő szeretne, akkor ahelyett, hogy próbálnék valami megegyezésre jutni vele, akkor elkezdem erőltetni a saját álláspontomat, elkezdem őt korlátozni abban, amit ő szeretne, és mivel nyilván össze vannak kötve az emberek, tehát együtt kellene, hogy működjenek, azért mindenki megtalálja előbb-utóbb azt a pontot, ahol kellemetlenkedni tud a másiknak, és ugye itt tud elfajulni, úgymond, hogy ugye ezt évekig lehet húzni, és hát nagyon durva sebeket tudnak szerezni az érintettek. Hát ez az egyik oldala, a lélektani oldal, amiben hát akár bele is lehet rokkanni, vagy ahogy mondod, élethosszig tartó sebeket lehet okozni a másiknak, és ezeket hurcolni évtizedeken keresztül. De van a másik nagyon fontos oldal, amit szintén senki sem kerülhet el, aki válik, az anyagi oldal. Azt hallottam, hogy a mediáció segítségével sok pénzt tudnak megtakarítani a házaspárok, hogyha megegyezésre törekszenek. Tényleg így van ez? Igen, én azt gondolom, hogy ez is egy nagyon fontos kérdés, hogy tényleg itt milliókról beszélünk egy elhúzódó peres eljárás során, amire az emberek az elején nem biztos, hogy gondolnak, mert miért kellene, hogy gondoljanak, hogyha nem váltam eddig, nincs benne tapasztalatom, most életem ez az első helyzet, akkor nem tudom, hogy ez feltétlenül milyen költségekkel jár, mennyi ideig tart majd. Amit át kell gondolni, hogy ha belevágunk egy válásba, akkor ugye ott van ez a kötelező 30 ezer forintos illeték, amit a bíróságnak be kell fizetni, de hogy ezen felül még keletkezhetnek jócskán költségek. Ugye itt jönnek be, hogyha külön jogi képviselőkkel válnak a felek, akkor van egy ügyvédi díj, ami ugye szintén külön egyedi megbízásokon alapul, tehát itt bármi lehet a nulla és a több milliós költségek között, attól függően, hogy milyen sokáig kell képviselni valakit egy ügyben. Akkor ami még vagyoni
vagy pénzösszeget érint ugye a gyerektartás, de itt sem mindegy, hogy miben állapodnak meg a felek, hogy valami olyan összeget próbálok rákényszeríteni a másikra, ami egyszerűen a fizetésével összeegyeztethetetlen, gyakorlatilag anyagilag ellehetetlenítem vele a másikat, nyilván, és hogyha egy ilyen helyzetbe próbálom belekényszeríteni, akkor ugye ő a legtöbb esetben olyan ellenállást váltok ki belőle, ami az összes többi kérdésbe ahhoz fog vezetni, hogy nagyon nem lesz együttműködő, ő is mindenbe keresztbe fog tenni. Úgyhogy itt a gyerektartás díjjal kapcsolatosan ugye ennek itt érzékelhető az anyagi vonzata. És nem beszélve arról, hogy egy peres eljárásban ugye, amikor a bizonyítási eljárást lefolytatják, akkor elképzelhető, hogy szakértőket rendelnek ki, akár ingatlan kapcsán, vagy akár pszichológus, pszichiáter szakértőt a gyerek, vagy a szülői alkalmasság kérdésének a megvizsgálására, és azért ma már egy ilyen szakértői vélemény elmondhatjuk, hogy 2 és 400 ezer forint között van, és ez még csak egy szakvélemény, van, hogy több szakértői vélemény szükséges egy ügyben, és ahogy mondom, nem egy témában, hanem több témakört illetően, tehát itt borzalmasan meg tudnak növekedni a költségek, és ugye mindez elkerülhető, hogyha akár menet közben a per során egyességet kötnek, vagy ha már úgy mennek eleve oda a bíróságra, hogy igen, itt van a nálunk az egyesség, nem lesz vita, nem kell szakértő, nincsen úti költség térítés, nincs ügyvédi díj, tehát nagyon sok mindent meg lehet spórolni. Azt mondtad, hogy 5 pontban muszáj megegyezni, illetve döntést hozni a bírónak. Miben kell a vállófeleknek megegyezniük a bíróságon? Igen. Onnan kezdeném egy picit, hogy igazából egy válás során, vagy házasság felbontásánál ugye a bíróság mindig azt nézi, hogy a házasság teljesen és helyrehozhatatlanul megromlott-e. Most ilyenkor tud két irányba menni a történet, hogy vagy közös megegyezéssel válnak a párok, és ez azt jelenti, hogy ilyenkor a bíróság nem tárja fel a házasság megromlásához vezető okokat, tehát nem megy utána azzal egy bizonyítási eljárásban, hogy tényleg teljesen és helyrehozhatatlanul megromlott-e, hanem ha azt a felek tudják egy végleges elhatározáson alapuló befolyásmentes közös megegyezésben ezt kérni, és itt jön az az 5 kérdés majd, amiben meg kell állapodni, akkor nincs bizonyítási eljárás, hanem a bíró ezt elfogadja, amennyiben a gyerek érdekeinek ez megfelelő, hogyha van közös gyerek, és nem ütközik jogszabályba, vagy nem észszerűtlen, vagy jó erkölcsbe sem ütközik, akkor egy végzése jóvá adja ezt az egyességet, és így tud lezáródni a válás. És akkor ez az 5 kérdés, hogy na, ebben az esetben fontos, hogy mind az 5-ben megegyezzenek. Itt 3 kérdés a gyermeket érinti, az egyik a szülői felügyelet kérdése, a másik a különélő szülő és a gyerekkel való kapcsolattartás rendezése, hogy erre valami szabályrendszert kialakítsanak, a gyerektartás díja a 3. A 4. kérdés a házastársi tartás. Ezt jellemzően nem szokták kérni, de nyilatkozni kell rá, hogy akkor nem kérjük, vagy ha igény van rá, akkor azt, hogy erre van igény, és hogy mi az, amiben ők megállapodnak. Az 5. kérdés pedig az utolsó házastársi lakás közös amit mi közösen használtak, hogy a jövőben ki fogja ezt használni. Közösen vagy kizárólagosan használják majd. Érdekes ez a házastársi tartás, mert jó is, hogy ezt a semleges fogalmat használtad, mert nem csak asszonytartás van, hanem férjtartás is elképzelhető elvileg. És olyan szemérmes kultúrában élünk, hogy mondtad, hogy ezt jellemzően nem szokták igényelni a vállófélben lévők. Hát azért van olyan kultúra, ahol ezt vastagon élnek ezzel, például az amerikai kultúra pont ilyen. Ugye ott azért vastagon főleg asszonytartásokat fizetnek ám a vállófélben lévő férfiak, de gondolom fordított eset is elképzelhető. Erre elvileg a magyar jogszabály is ad lehetőséget, de úgy tűnik, hogy érdekes módon ezen a téren szemérmesek vagyunk, és ez föl sem szokott merülni, vagy ha igen, azonnal ugye ezt lerázzuk magunkra, hogy hát azért ez, tehát hogy nem alázzuk meg magunkat ennyire, hogy ilyet kérjünk, vagy követeljünk ugye a másiktól. Hát nem csak ez van mögötte, most anélkül, hogy a részletszabályokban belemennek itt a házastársi tartás kapcsán, azt érdemes tudni, hogy itt azért ez nem egészen olyan, mint a gyerektartásdi, hanem itt ez akkor jár, vagy akkor lehet erre igényt támasztani a másik féllel szembe, hogyha valaki önhibáján kívül nem képes munkavégzése, tehát hogy itt azért nem minden esetben, a gyakorlati példát mondanék, akkor például ilyen eset elképzelhető, hogy mondjuk egy ilyen esetben elképzelhető, hogy vesebeteg, hölgy, és akkor
dialízisre szorul. Hát igen, új vesére vár, és akkor ilyen esetben például a bíróság neki megállapított egy házastársi tartást, de ez sem életfogytig tartó, tehát hogy itt vannak azért mindenféle szabályai ennek, hogy ez milyen esetben, milyen hosszú időtartamra. Az előbb említetted, hogy a bíróság, illetve a bíróság képviseletében a bíró nő, vagy a bíró férfi dönti azt el, hogy véglegesen és teljesen megromlott-e a házas feleknek a kapcsolata. Hogyan, milyen eszközökkel képes egy idegen ember ezt eldönteni, hogy egy több éves vagy több évtizedes kapcsolatnak már nincs esélye sem a fönnmaradásra? Hát az, hogy ő dönti elő, ugye inkább azt mondom, hogy megvizsgálja. Tehát itt valaki, ugye mindig van egy fél, aki benyújtja ezt a keresetet a bíróságra, hogy jó napot kívánok, én akkor szeretném a házasságomat felbontani, és ilyen meg ilyen okok miatt. És hogy itt ahhoz, hogy felbontsák, ennek kell teljesülnie, hogy végül is ugye, hogy teljesen és helyrehozhatatlanul megromlott ez a kapcsolat. Most ennek nincsen egy konkrét listája, ami le lenne írva, hogy tipikusan milyen esetekben szüntetik meg biztos a házasságot, ezért is szeretik a házasság felbontás során a feleket személyesen meghallgatni, mert hogy nagyon fontos, hogy itt ki hogy nyilatkozik, igazából itt a szándékot nézik, vagy azt is keresi a bíró, hogy itt tényleg valakinek volt-e az a szándéka, hogy ő véglegesen megszüntesse ezt a házasságot, vagy ebből kilépjen. Azért az már egy erre utaló jel, ha mondjuk a felek nem élnek együtt egy ideje, tehát abból azért lehet következtetni, vagy azt is ilyen indok. Belém egy életre beégett, amikor azt mondtam a bíróságon, hogy hát én nem szeretnék elválni. Erre azt mondta a bírónő, hogy a magyar jogszabályok alapján, ha az egyik fél válni akar, akkor így is úgy is ki fogja mondani a bíróság a válást. Ezt egy életre megjegyeztem. Igen. Tehát akkor ezek szerint ebben nem kell teljes megegyezésre. Nem, ebben nem kell. Tehát a házasság felbontását, mint ahogy ugye így is van a jogszabályban, hogy az egyik fél, tehát bármelyik fél kérheti, és akkor erre hivatkozik, hogy ugye ez teljesen és véglegesen, vagy helyrehozhatatlanul megromlott. És az, hogyha a másik ezt nem ellenzi, akkor még tud menni egy közös megegyezéses válás, vagy ha együttműködik, vagy mondjuk én magamban nem akarom, de hozzájárulok, mert nem akarom hátráltatni a folyamatot, vagy azt gondolom, hogy minek kössem magamhoz a másikot, ha ő már nem szeretné ezt a kapcsolatot folytatni, tehát akkor ott, ha ebben az öt kérdésben, amit említettem, meg tudnak állapodni, akkor abból lehet egy közös megegyezéses válás, hogyha valaki mondjuk nagyon köti az ebet a karóhoz, hogy én nem akarok elválni, és egyik kérdésben se értek egyet, vagy bármelyikben vita van, akkor meg ott ez a tényállásos bontás lesz, amikor viszont elkezdődik az, hogy jó, akkor lássuk, hogy ki milyen bizonyítékokat tud hozni, hogy itt mi voltak éppen a házasság során, most miért akar válni az egyik, mi alapján akarja ő a szülői felügyeleti jogot kizárólagosan, vagy miért kéri azt a fajta kapcsolattartást. Tehát el fog húzódni, és ez sok fájdalommal fog járni. Igen, és akkor gyakorlatilag ezzel a felek átadják a döntésjogát ugye a bírónak, ami hát nagy kérdés, hogy jó-e vagy nem, ugye ezt mindenki az egyedi ügyeiben tudná megmondani, az ügy lezárultakor, de az biztos, hogy előre ezt nem lehet megjósolni. Tehát valami a jogszabály alapján persze lehet vélelmezni, hogy milyen kimenetele lesz egy ilyen pernek, de biztosat senki nem tud. Tehát az, hogy a végén ez hogy fog záródni, és milyen ítéletet hozza a bíró, hogy mondjuk nekem kedvez, vagy a másik félnek, az ítéletében azt nem lehet tudni, és akkor ilyenkor szoktak azért nagy csalódások lenni egy peres eljárás végén, hogy nem elég, hogy rengeteg pénzbe került, borzalmasan sok ideig tartott, de hogy a végén még nem is az ítélet született feltétlenül, amivel én elégedett vagyok, akkor az úgy problémás szokott lenni. Ha egyébként megegyezés van a felek között, akkor hogy néz ki egyébként egy zökkenőmentes válás? Hát én azt mondom, hogy ha tényleg mindenben megegyeztek, és a keresetlevelet már úgy tudják benyújtani, hogy mellé csatolnak egy mediációs egyességet, amiben minden szállat elvarnak, ami vitás lehet, akkor egy 4 hónapon belül körülbelül el lehet válni. Attól függ, hogyha a közös gyermek van, akkor az ugye 2 tárgyalást jelent, de 2 tárgyalás után tényleg vége. Ha nincs közös gyerek, akkor akár 1 tárgyalás alatt, és ez nagyon-nagyon jó. Mi az alapvető különbség a 2 szituáció között? Az egyik esetben jelentős közös vagyonnal rendelkezik a házaspár, a másik esetben nem rendelkezik, tehát nincs jelentős vagyon, vagy csak az egyik félnek van vagyon, a másik teljesen vagyontalan.
Hát az mindig megkönnyíti a helyzetet, hogyha nincs közös vagyon, mert akkor kikerül egy olyan téma, ami általában mindig vita téma a felek között. Tehát akkor a jó hír az, hogy csak a többi kérdésbe kell megegyezésre jutni. Hogyha nagy vagyon van, akkor ugye azt érdemes tudni, hogy most már ezeket nem tudja egy perben tárgyalni a bíróság, tehát ilyenkor külön vagyonmegosztási pert is kell indítani. Tehát az, hogy a házasságot felbontom, az egy dolog, azért külön megy a házassági bontóper, vagy folyamatban van, ahol az említett öt kérdésben mindenképpen valamilyen vagy megegyeznek, vagy a bíró dönt majd, és egyébként meg a vagyoni kérdésekben, ha mi nem tudunk megegyezni, akár otthon a nappaliban, vagy egy mediátor segítségével, vagy ügyvédi segítséggel, akkor ugye mehetünk a bíróságra, és akkor indíthatunk egy vagyonmegosztási pert, vagy vagyonjogi pert a másikkal szemben. Itt viszont tudni kell, hogy itt rögtön van egy 6%-os illeték, amit be kell fizetni. Az minek a 6%-a? Hát ez annak a vagyonnak a 6%-a, amire ugye igény tart az a fél, aki indítja a pert. Mert hogy egy előzetes vagyonbecslés alapján, vagy egy előzetesen... Hát egy vagyonmérleget szoktak felállítani, és akkor az alapján szokták a vagyonmérleg alapján. Tehát a teljes vagyonnak a 6%-át... Nem a teljes vagyonnak, hanem ugye az a rész, amire igény tart. Amire igény tart. Uh-huh. Igen, itt a vagyonmérlegből szokták ezt kiszámolni, úgyhogy ez már mindenképpen kell egy segítség, hogy itt ez konkrétan meg legyen határozva. Hát igen, ez borsos, mert ez azt jelenti, hogy... Hát ez eléggé. Most egy 100 milliós vagyon esetén 6 millió forintot előre be kell fizetni. Nem, mert van egy maximum, hogy 1 millió 900 ezer forintnál nem lehet több, de hát az is borzalmasan sok. Uh-huh. Tehát így több százezres illetékek tudnak lenni, vagy milliósak, és akkor ugye még mindig nincs a többség. Ez előre kifizetteti a bíróság a... Hát mint ahogy a bontóperi illetéknél a 30 ezer forintot is ráragasztjuk bélyekbe. Itt nyilván igen, ezt a nagyobb összeget is be kell fizetni, úgyhogy emiatt azért sokan meggondolják, hogy belevágjanak. Nyilván, hogyha azt mondom, vagy az az álláspont, hogy másképp nem jutnék hozzá a vagyonhoz, vagy nem látok más utat, akkor, és ez elkerülhetetlen, akkor meg fogják indítani a vagyonmegosztási pert. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon, tehát az esetek nagy részében megegyezésre lehet jutni a vagyoni kérdésekben, és nem egyszerű, az biztos, mert mindenkit nagyon érzékenyen érint, mert hogy itt is egy olyan alapvető szükségletről van szó, hogy valaki sokszor úgy érzi, hogy hú, hát ő most a válással teljesen ellehetetlenül nem fog tudni megélni, nem fog tudni lakáshoz jutni, vagy nem lesz fedél a feje fölött, és akkor mindenki nagyon kétségbe esik, de hogy lehet kompromisszumos megoldásokat találni, és igen, lehet, hogy több megbeszélés, vagy több tárgyalás, de ki lehet alakítani, és érdemes ezt is a feleknek egymás között, akár külső segítséggel ezt lerendezni már, mert ezek is borzasztóan el tudnak húzódni. Mi a helyzet, hogyha az egyik fél, tipikusan egyébként jellemző módon a mondjuk a férj, nagyon módos, vagy rendkívül gazdag, a másik fél, mondjuk a feleség szinte teljesen vagyontalan, és a férj nem akar elválni, de a feleség el akar válni, és a gyerekekre is igényt tart. Hát itt azt érdemes tudni, most megint azt mondom, hogy vagyonjogi rendszer az is egy elég nagy falat, tehát szerintem megérne egy külön beszélgetés, de hogy részletekbe mennék, ugye itt mindig az a lényeg, amit a házasság felbontása során is a bíró kér, hogy határozzanak meg a felek, hogy az életközösségük mikor kezdődött, tehát azért annak van jelentősége, hogy ők már a házasság előtt is élettársi kapcsolatban éltek, mert hogy itt magával az életközösséggel, ugye a házasság életközösséggel kezdődik meg, vagy keletkezik egy vagyonközösség, és akkor ugye itt lehet megnézni, hogy jó, akkor mi az, ami külön vagyon, mi az, ami közös vagyon, ami házasság előtt már megvolt, vagy amit abból vásároltak, ami már házasság előtt megvolt neki, vagy mi az, amit menet közben közösen szereztek, vagy az egyik szerzett, másik szerzett, de ugye igen, tehát hogy itt a lényeg az, hogy azért házasság után, amit szerez, akár az egyik, akár a másik, vagy közösen, az ugye elvileg mind közös. Tehát ez, hogy mondod, hogy módos volt a férj és a feleség kevésbé, nyilván akkor az érdekes, hogy neki a házasság előttről mi az, ami van, és az ővé volt, és azt érdemes a vagyonmérlegben ugye ezt feltüntetni, hogy ez hogy nézett ki. De utána ők ugye a vagyonközösséggel, ez egy gazdasági közösség, tehát utána nem mondhatom azt, hogy azért már az egyik mondjuk minimálbéren dolgozott, a másiknak meg milliós fizetése volt,
tehát hogy az összeadódik, és úgy ők egy gazdasági közösségben voltak ilyenkor a bíróság, hogyha ők nem tudják eldönteni, akkor mindig azt figyeli, hogy egyrészt méltányos legyen, tehát hogy senki ne kerüljön sokkal hátrányosabb helyzetbe itt a házassági életközösségi után, mert mondjuk én valakivel együtt élek 20 évet, és hiába végig mondjuk nagyon pici a keresetem, de ott vannak a gyerekek, vagy akár ha nincs gyerek, akkor is egy csomó mindent beleteszek a házasságba, energiát. Tehát rengeteg dolog ilyenkor előkerül, amit nem lehet forintosítani. Úgyhogy ezeket a végén, ezért nagyon bonyolult szokott lenni, hogy egy vagyonmegosztásnál, hogy itt minek mi az értéke, de az biztos, hogy ha a bíróság dönt erről, akkor arra nagyon-nagyon figyelnek, hogy ne kerüljön senki olyan helyzetbe, hogy kisemmizi az egyik a másikat. A pénzen és a gyereken kívül mi lehet még, vagy mi még tipikusan konfliktus forrás? Hát igazából ez a kettő, amin nagyon kemény viták szoktak lenni. Hát lehet bármin, ugye a lakáshasználat is egy érdekes kérdés, hogy ki megy, ki marad. Ott egy picit annyival szokott egyszerűbb lenni, hogy ha az egyértelműen valakinek mondjuk a korábbi vagyona, vagy a szülei vették, akkor ott nem annyira kérdés, hogy ki marad. De abban könnyebben meg szoktak egyezni. Itt ez a kettő, a gyerekek és a vagyon. És hát amit sokszor elfelejtünk, hogy a gyerekeknek, vagy a szegényeknek nincs külön jogi képviselőjük egy válás során, de hogy ők mégis kénytelenek részt venni a folyamatban, és nagyon nagy a szülők felelőssége abban, hogy ők ezt hogy rendezik, és ugye hát tudjuk szerintem saját magunkról, hogy felnőtt emberként is ez borzalmasan nehéz egy válás végigcsinálni, hát még tartani magunkat ahhoz, hogy menet közben a gyerek érdekeit is figyelemre vegyem, vagy figyelembe vegyem. De hogy például ezt a polgári törvénykönyvünk is rögzíti, hogy egy házasság felbontásánál a szülők kötelesek a gyerekeket érintő kérdések során figyelembe venni a gyerek érdekét. Tehát, hogy igenis, hogy mi az érdeke, nem az, hogy én mit szeretnék szülőként, hogy nekem az lenne kényelmes, ha 30 napból 30 napot lenne velem, mert a másikra én most megharagudtam, és ne találkozzanak, hanem hogy igenis annak a gyereknek az az érdeke, hogy az édesapjával, az édesanyjával ugyanúgy tartsa a kapcsolatot. Persze itt lehet a konkrét esetekbe belemenni, hogy melyik háztartásban mi van, nyilván, ahol bántalmazás van, vagy alkoholizmus, azok külön történetek, de hogyha egy normális, úgymond normális családot veszünk, akkor ott tényleg kiemelten kell figyelni arra. A szülőként és a bíróság is nagyon figyel rá, hogy a gyerek érdekei a körülményekhez képest ne sérüljenek. Egy elmérgesedő válásnál a gyerek egyértelműen eszközé vagy áldozattá válik? Hát nem minden esetben szerencsére, de nagyon-nagyon sok ilyet látni, hogy ezt én is tapasztalom, hogy a szülők annyira tele vannak sérelemmel a másik iránt, hogy másik fél iránt, hogy ugye egyszerűen nem tudják megállni azt, hogy amikor otthon ketten vannak a gyerekkel, akkor nem mondják azt, hogy de a másik ezt csinálta, azt csinálta, és én ezt nem szeretem benne, és ez milyen viselkedés, tehát hogy nem minősítsék a másik szülőt, ami meg ugye óhatatlanul kihatással lesz a gyerek és a szülő kapcsolat, tára, amit ugye a másik szülő érzékel, és akkor kérdés, hogy ő is erre hogy reagál. Tehát, hogy szerintem az borzalmasan fontos, és ebben tényleg nagyon tud segíteni a mediáció, hogy a gyerekeket megkímélje ettől az egész válási procedúrától, és a szülőknek segítsen abban, hogy nem kell feltétlenül egymást szeretni, de hogy ők szülőpárként ott lesznek egymásnak 5 év múlva, 10 év múlva, 60 évesen, mert a felnőtt a gyerekük akkor is, és hogy ez borzalmasan tud rombolni, hogyha a gyereket használják eszközként, és hogy azt kell, hogy mondjam, hogy sokszor nem is szándékosan, tehát hogy az külön-külön mindkét szülő elmondja, hogy ő nagyon szereti a gyereket, nagyon fontos neki, de hogy egyszerűen ezt nem tudjuk kontrollálni ilyenkor, amikor valami krízis helyzetben vagyunk, vagy hát nyilván nagyon nehezen, de hogy sokan nem tudják, hogy akkor tényleg külön kezelni, hogy a gyerek egy másik személyiség, egy önálló kis lény, akinek külön érdekei vannak, és a gyerek érdeke nem mosható össze az én, mint szülő érdekem, mert sokszor ezt látom, hogy teljesen simán összemossák, hogy ami az én érdekem, és ami nekem kényelmes, akkor az a gyerek érdeke is, holott ez sokszor nem így van, és erre nagyon fontos lenne figyelni. Végezetül egy személyes kérdést hadd tegyek föl. Te hogyan tudod, milyen módszereid vannak rá, hogyan tudod elkerülni a pártosságot, a személyes elfogultságot egy közvetítési folyamatban? Hát azt gondolom, hogy egy válásnál ez kiemelten érzékeny téma, hogy a feleknek hogy lesz bizalma egy külső harmadik ember felé, de úgy egyszerűen, hogy én is azt nézem, hogy hogyan tudok nekik segíteni, és főleg ahol gyerek van, ott azt gondolom, hogy ez minden segítő szakmának a kötelessége, hogy nekem is a gyermek érdekét figyelemmel kell, vagy figyelemmel kell lenni rá, és egy olyan megállapodást elősegíteni, ami a kiskorút is védi.
és persze a szülőknek is megfelel. Úgyhogy így, hogy azzal dolgozunk, hogy kinek, hogy lenne jó, mi lenne megfelelő, és azokat próbáljuk úgy összefésülni, hogy az egész családnak egy élhető valami legyen. Tehát nekem nem feladatom, hogy én bárkinek az álláspontja mellett ítélkezzek, hogy ez jó vagy rossz. Nekem az számít, és én akkor vagyok elégedett mediátorként, hogyha úgy tudom őket segíteni az együttműködésből, hogy arra mind a ketten azt mondják, hogy na igen, ez jó, ez működik, nem kellemetlen nekem az életemben, nem érzem magam megkárosítva, vagy belekényszerítve valami olyanba, ami nem jó. Dorottya, köszönöm szépen a beszélgetést. Nagyon most... szívesen. Azt hiszem, hogy most nagyon, nagyon gyakorlatilag voltunk, és azt hiszem, hogy segítettünk is a nézőknek abban, hogy ha már elkerülhetetlen a válás, akkor mire gondoljanak mindenképpen, és hogyan lehet ezt a legkisebb kárral kihozni ezt a nem kellemes folyamatot. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm. Nézőinktől pedig elbúcsúzunk, köszönjük figyelmüket, tartsanak velünk következő adásunkban is. További szép napot kívánunk, a viszontlátásra!